előttem van a választópolgár, mondjuk egy nehézebb sorsú választópolgár, ott ül egy 10 000 fő alatti településen otthon, munkáját elvesztette, a felesége, férje munkáját elvesztette, a gyerek nem tud menni iskolába. Nincs tüzelő, nincs kaja, nincs perspektíva, nincs semmi, már az utolsót is már próbálják valahogyan pénzét tenni, hogy egyenek, és akkor jön az ígéret, hogy Józsi, az ügynök akták azok nyilvánosak lesznek. És akkor de kit érdekel az ügynök? Na ez csak akkor mi van? Ez, na most, ha ilyenek vannak, hát most én ezért nem fogok küzdeni, bocsánat. Abszolút támogatom, tehát ha valaki tegyen fel a kezem, megszavazom, kész. Na de engem a szociális válság leküzdése érdekel, hogy az embereknek legyen mit enni, legyen hol lakni, legyen egy tisztességes iskola a gyereknek, legyen egy normális egészségügyi ellátás. Ezek a fontos dolgok a mi pártunk számára. Hát ezért, hogyha valaki nem ezekből akar valami, legalább valamicskét.